Szeretettel köszöntöm Önöket. Hajléktalanokról, hajléktalanok szövegeinek felhasználásával készül opera, aminek a bemutatója május 29-én lesz Budapesten. De hogy kiknek szól ez az opera, arról beszéljen nekünk a zeneszerző és ötletgazda Kollenyó. Isten hozott, szervusz! Szervusz! Ez az opera gyakorlatilag mindenkinek szól. Azt gondolom, hogy azért szól mindenkinek, mert a hajléktalanság egy olyan probléma, amivel mindannyian találkozunk. Tehát nincs olyan ember ma a világon, nem csak Magyarországon, aki ne találkozna ezzel. És azt gondolom, hogy ezzel a témával nem csak hogy illik, de kötelességünk foglalkozni. Ha valaki opera szinten, akkor opera szinten, ha úgy, hogy ad egy 100 forintost, akkor úgy, hogyha hívja a diszpécser szolgálatot, akkor úgy, teljesen mindegy, valamilyen formában. És neked miért pont az opera lett a módszered arra, hogy beszélj erről a problémáról? Hogy jött a te életedbe először is a zene, ami által eljutottunk ide, hogy operát írtál? Mondom, visszafele időben. Az autodidakta zeneszerzői pályámon pont ott tartottam, hogy most már dukált egy opera. Viszont nagyon régóta foglalkoztatott az a téma, hogy emberek nem úgy élik az életüket, ahogy én vagy bárki, akinek úgymond normális élete van. És számomra egyértelmű volt az, hogy hajléktalanság és opera. Ez egyébként egy oximoron, vagy magyarul kizáró ellentét, mert hogy most ebben nem megyek bele, mert nagyon sokan mondják, hogy fú, hát pont az opera és pont a hajléktalanság, opera, ahol szórják a pénzt, stb. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek a fejében vannak asszociációk. Nekem ez egy zöld utas, tehát egy egyértelmű asszociáció volt, kérem szépen akkor opera legyen. És pontosan azért, mert hogy hajléktalan ember mikor jut el az operába, hogy általában az emberek nagy része nem jut el. Aztán persze jönnek a sztereotípek, hogy opera, hát kit érdekel az. Én azt gondolom, hogy nem is ez a lényeg, mert lehetett volna ez egy musical, vagy lehetett volna ez egy koncertsorozat. De mégis akkor miért opera lett? Tehát azért opera, mert én ugye megírtam, megírtam a kis zenekari műveimet, vonós négyes, vonós zenekari művet írtam, szimfóniát, szimfonikus költeményt, és akkor azt gondoltam, hogy jön az opera, és itt szeretném leszögezni, kinyilatkoztatni, hogy én azt gondolom, hogy azt, hogy most operát ír valaki, vagy, tehát nem azt gondolom, amit mindenhol tanítanak, és meg hú, az opera az a, hú, hát azt kérem. Nem, én azt gondoltam, hogy ez egy olyan téma, ami, és azt sem motivált, hogy ezt valószínűleg még nem írt senki sem hajléktalanságról operát, bár azt gondolom, hogy vagy ismereteim szerint nem írt még senki. Nekem ez így egyértelmű volt. Tehát azt mondtad, hogy hajléktalanság, akkor azt mondom, hogy opera. És a múlt az, gyakorlatilag én nagyon régóta zenélek, azt szoktam mondani, mióta a fürdőszobába bejutottam, énekelek, és eljött egy olyan pont az életemben, amikor azt gondoltam, hogy az összes olyan hangszer, amin valamennyire képes vagyok játszani, vagy tudok játszani, azt én leraktam annak érdekében, hogy az összes többit föl tudjam venni. Tehát mindegy most, hogy hány hangszeren játszom, mert azt gondolom, hogy, és itt jövök én be a képbe, hogy számomra soha nem az volt az érdekes, hogy most nem tudom valamit nagyon szépen elénekelni, bár nem baj, hogyha valaki szépen énekel, vagy szépen elzongorázni, hogy ez az egész hogy néz ki. Hát most nyilván láttál volna a vágószobában, hogy mit csináltam, ott néztem, hogy mi, hogyan, stb. Ez mindig érdekelt, és a zenében ez meg különösen, hogy mi van a kulissza mögött, az hogy lesz szép, hogy lesz nem szép, stb. Stb. Ezek szerint egy nagyon gyakorlott zenész vagy muzsikus vagy, de a hajléktalanság, mint olyan, mint ez az életállapot, mondjuk így, ez hogy ért el téged? Hogy kerültél kapcsolatba a szegénységgel, a hajléktalansággal? Hát nézd, úgy, ahogy mindenki, az utcán. Na jó, de mindenkit nem érint meg, és nem kezd el azon agyalni, hogy akkor, hát, akkor hogy jutok el ide-oda. Hát nézd, de ez egy nagyon egyszerű volt, ugye én belegondoltam, hogy az az ember, aki ott ül, áll, vagy ott van kint, az mit csinál egy napjában? Tehát elkezdtem erről fantáziálni, mert nyilván ugye nem éltem ezt meg, de most a fantáziát nem úgy, hogy a sztorikat elkezdtem kitalálni, próbáltam kitalálni, hogy hogyan élhet. Aztán nyilván később bekérdeztem, és akkor kiderült, hogy hogyan él. Tehát elkezdtem ezen gondolkodni. Na most akkor ez az ember ott ül. Azért ül ott, mert valószínűleg hajléktalanságából kifolyólag, és nyilván itt már az előzetes ismereteim alapján, sztereotípiáim alapján gondolkodtam, hát valószínűleg hajléktalan, akkor nem nagyon van munkája. Ha nem nagyon van munkája, akkor nem nagyon van pénze. Ha nincs pénze, akkor nincs mit enni. Stb. És akkor így az ember elgondolkodik, hát most ott vagyunk, hogy ott ül egy ember, akinek gyakorlatilag, hát van is élete, meg nem is, mert hogy ott ül, hát látjuk, hogy lélegzik, de igazából az az élet, amit él, persze minden relatív, az egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. És pontosan ez, ahogy az előbb belekezdtem, hogy
gyakorlatilag elkezdtem ezekkel az emberekkel beszélgetni. De ezt nem olvastam, hogy most ezekkel beszélgetni kell, meg szépen kell beszélgetni. Elkezdtünk beszélgetni. És kiderült, hogy gyakorlatilag ezek pont olyan emberek, mint én. Pontosan. Sőt, van amelyiknek még a pályája is ugyanaz, hogy szerzett diplomákat, volt állása, stb. Tehát normális életet élt, és egyszer csak ott találta magát az utcán. És nyilván ez nem úgy volt, hogy akkor az első emberrel beszéltem, és hát figyelj, én most erről fogok írni egy operát, és én mekkora csávó vagyok. Nem, hanem az, hogy beszélgettem velük, és még egyszer mondom, ugye két szálon futott az életem ilyen szempontból, a zenei szálnál elérkezett egy pillanat, hogy akkor tovább kellene lépni, és nem a harmadik vonós négyest megírni, hanem valami mást. És hát most egy kicsit furcsát fogok mondani, de azt gondolom, hogy én furcsálom a nem autodidakta, hanem a normál zeneszerzőket, hogy ehhez eddig még nem nagyon nyúlt senki hozzá. Tehát picit, hát nem azt mondom, hogy lenézem őket, hogy furcsálom, picit hülyének nézem őket. Ez egy annyira, a szónak nem jó értelmében szép téma, de annyira megmutatható téma. Persze most itt, aki hallgatja ezt, vagy látja ezt az adást, vitatkozik velem, hogy hát ez mit lehet megmutatni. Hát én meg azt gondolom, hogy ebbe óriási lehetőségek és vannak. És mit lehet megmutatni egy két felvonásos, bármit. Három felvonásos két operában? Felvonásos. Két felvonásos operában. Mi a történet? Nyilván nem lőjük le a végét és a végkifejletet, de egy picit, aki még nem hallott az egyetlen hajléktalanról, ami nem lehetséges, mert már számtalanszor beszéltünk róla itt a Bonum TV-ben. De mi a története? Válaszolok, egy nulladik pontot szeretnék beiktatni. Az egész opera indító gombja az egy hajléktalan humorfesztiválon indult. Tehát hajléktalan humorfesztivál. Tehát az olyan, mint a hajléktalan opera, tehát ilyen kizáró ellentét ez is. És ott ültem közönségként, ahova úgy jutottam el, hogy a fedél nélkül utcalap egyik árusától megvettem ezt az újságot, és megnéztem a hátoldalát, és mondom, hajléktalan humorfesztivál. És profik, tehát Selmeci, Tibor, Bach Szilvia, stb. Profik adták elő a döntőbe jutott műveket. Most nyilván ott volt egy pillanat, hogy akkor sírjunk, vagy nevessünk. Mert hát azért, most hajléktalan emberen itt nevetgélünk. És aztán láttuk, hogy ők is dőlnek a röhögéstől, mert nyilván ott voltak a Fészek klubban a hajléktalan emberek, otthontalan emberek. És ezt már több helyen elmondtam, úgyhogy most is elmondom, hogy nekem akkor már volt a fejemben egy szövegkönyv koncepció. Ez egy mondat, annyi, hogy a hajléktalanok írnak egy operát, sehol nem akarják őket komolyan venni, és nem mutatják be, illetve hát majd aztán lett volna valami a történetből. Tehát az a lényeg, hogy egy ilyen valósnak tűnő történet, egy lehetetlen küldetés, hogy a hajléktalanok operáját bemutassák, de hallottam ott ezen a humorfesztiválon a Csábi Istvánnak az Egy szem Csábi Istvánnak az Egy szem hajléktalan című novelláját. És ez gyakorlatilag, és elérkeztünk a kérdésre a válaszhoz, ez gyakorlatilag az első felvonás. Miről szól? Hajléktalan ember mit kezdjen magával? Fogja magát, ad magának egy szabad hétvégét, felül a vonatra, és elkezd vonatozni. Hát igen, nem csak a kalauz az végzi a dolgát. Első városba hopp, ledobja a vonatról. És akkor itt egy ilyen hihetetlen történet van, a polgármester befogadja, elkezdi napok alatt átalakítani a várost, nyilván nem pusztán jó indulatból, vagy emberi szolidaritásból, és gyakorlatilag minden lesz, éjjeli menedékhely, lesz ingyen konyha, stb. A kocsmában külön asztal van neki foglalva, tehát ilyen irreális. Nagy látványos dolgok. Egyébként pont a rendezés az nem olyan lesz, de tehát nyilván el lehet képzelni. De ezzel most nem azt mondom, abszolút jól fogod, ami következhetne ebből a történetből. Lehet, hogy a látványra gondoltam, nagy látványos tevékenységek. Nagy dolgok. Tehát mint amit... Én már rendezőként reagáltam. Arra is ki fogunk térni, hogy autodidakta zeneszerző és autodidakta rendező, de hogy ebben is az mutatkozik meg, ami nagyon sokszor a világban, hogy csinálunk nagyon nagy látványos dolgokat, adunk egy külön asztalt, és építünk, és stb. És alapvetően a probléma gyökerét meg nem kezeljük. Nem valami ilyesmi akar ebből kijönni? Hát nyilván ugye ezt egy otthontalan ember írta, akinek ugye, ahogy az előbb elmondtam, volt rendes szakmája, emberek dolgoztak neki, tehát egy vállalkozást vezetett, és aztán félresiklott az élet, és ő
írta meg ezt a történetet. Hát nyilván ugye azért ez egy fricska az ellátórendszer és a politikai hatalom felé. És gyakorlatilag még tetézi a történetet, hogy a szociális munkás hölgy beleszeret ebbe a hajléktalanba, és viszont is. Tehát lesz egy szerelmi szál is. És az első felvonás gyakorlatilag azzal ér véget, minden rendben van, polgármester bejelenti, hogy kérem szépen a hajléktalan kérdést megoldottuk. A bejelentés ezt énekelve fogja megtenni, mert az operában énekel. Most nem ilyen nagy okosként mondom, de hogy az operában ugye énekelnek. Ezt nem tudtam mindig, ezt csak úgy mondom. És aztán, amikor eddig eljutottam, akkor azt mondtam, hogy most akkor mi van? Eljönnek az emberek? 60 fős táv lenyomja a darabot, megtapsolják, vagy nem tapsolják, mindegy, mert tegyük fel, hogy sikere van, valami kis sikere, és akkor hazamennek, hogy akkor minden rendben van. Na és akkor a nagy önjelölt, nem csak szociális munkás, nem csak zeneszerző, nem csak minden, azt mondta, hogy na de hát kérem szépen, ez egy opera, akkor ide valami dráma kell. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, ezen nagy viták voltak a stáb jelenlegi, vagy korábban még a stábban lévő tagokkal, nem ezért nincsenek más stábban, hogy akkor, de hát akkor ez egy, hát nem is hal meg, nem titok, nem hal meg senki. És mondtam, hogy ember, hát hajléktalanságról beszélünk, hát már a nulladik, ahogy a foci meccsen szokták mondani, a nulladik perctől a 90. vagy ameddig tart, hát az egész egy tragédia. Hát most én, mint önjelölt zeneszerző, vagy szerző, hát ma hagyd döntsem el, hogy most akkor a haláleset felé, vagy nem arra viszem. Szóval mit szerettem az egészbe kihozni? Azt gondolom, hogy, és ma már ezt tudatosan tudom, de amikor írtam, ez nem tudatos volt. Én végig azt csináltam, hogy mint amikor a konyhába készül valami nagyon nehéz kaja. Nagyon nehéz. És akkor elkezdett föllazítgatni. És én ezt csináltam. A zene által ezt a témát. Na most azért nem azt kell elképzelni, hogy egy nem tudom milyen leányálom érzet lesz a darabból, mert ez nem így van. De én azt éreztem végig, hogy ez annyira súlyos és mélyen szántó, és nyilván a televízió nézők vagy tudják, vagy most megtudják, hogy gyakorlatilag otthontalan embereknek az írásaiból áll a nagy része ennek az operának. Tehát a dalok, az áriák szövegei vannak az ő műveikből, vagy a komplett szövegkönyv van az ő tehát műveikből? Gyakorlatilag a is. Tehát gyakorlatilag az alapötlet ugye a novella, és ez nehéz sorsú, egyéb nehéz sorsú költőknek a műveivel van kiegészítve, és gyakorlatilag én fűztem ezt úgy össze, hogy ebből egy és nyilván ez a második felvonása különösen igaz volt, amikor ugye nem volt történet. Tehát nagyon leegyszerűsítve a novella, amit párbeszéd formájában ugye meg lehet, mert nyilván az operában kell egy párbeszéd, hogy valami valakinek valamit el kell mondania ezzel kapcsolatban, azt gyakorlatilag, mit is akartam mondani? Hogy hát ezt a részt ugye az otthontalan emberek adták. Nyilván ilyen nem létezik az opera irodalomban, most már igen, ezt én szerkesztettem össze, tehát forrasztottam össze egy történetté. Tehát igazából, amíg be nem jelentettek a művet az Artisius nem, mert nyilván ugye ez is szerintem egy nagy vívmány ennek az opera projektnek, hogy azok az emberek, akik napi szinten a megélhetésért küzdenek, azoknak megvan most már a lehetőségük, mi hiszen be van jelentve a mű az Artisiusnál, hogy passzív pénzt kapja. Tehát minden májusban jöhet a pénz a premier és a további előadásuk után. Tehát a történetet nyilván én fűztem össze, és különösen második felvonásban, de ahol ugye az opera kiválóan alkalmas arra, hogy bizonyos momentumoknál megálljunk. Tehát az idő és tér kapcsolat az nagyon érdekes, ebben nem megyek bele. Tehát az, hogy meg lehet állni egy vers, amit jelen esetben egy áriát jelent, ugye itt volt a, itt lesz, mindegy. Oké, vágás. Megint elvesztettem a saját fonalomat. Lényeg, hogy az opera szövegkönyvének az alapját, és a librettónak is az alapját otthontalan szerzők írták, és annyira mély volt ez a mondani való, hogy ezt én már nem szerettem volna mélyíteni. Valószínűleg emiatt a szakma fogja azt mondani, de hát ez a rendezés, hát ez egy idillikus. Tehát én nem szerettem volna ezt mélyebbre, sem a zenében, sem a színpadi megjelenítésben. De nem lenne jobb, hogyha külső ember rendezné? Mert hogy oké, te elképzeled magadban, és te pontosan tudod, de talán új árnyalatokat tudna kihozni belőle valaki, aki nincs benne minden szóban, minden hangban,
minden pici árnyalatban. Talán új gondolatok is születnének a rendezés közben. Abszolút egyetértek vele, illetve itt két szálon érzem a gondolatmenetet, vagy az igazságot, ha van ilyen, hogy pontosan amiatt, hogy gyakorlatilag minden hangsúlyt, vagy minden rezdülést, mind zenei, mind egyéb vagy leírtam, vagy el tudom képzelni, vagy meg tudom álmodni, ezért jó, hogy nálam a rendezés. De pontosan amiatt, amit mondasz, hogy én már túl közel vagyok a fához, és lehet, hogy időnként bele is bókolok, emiatt lehet, hogy jobb lenne. És akkor itt jön az élet, meg a praktikus dolgok, hogy nekem egy neves rendező ajánlotta az ő jobb kezét, akivel elkezdtünk közösen gondolkozgatni, és aztán mondjuk számomra a harmadik találkozásnál ez kiderült, hogy ez nem fog menni, de aztán a hatodiknál már biztossá vált. Szóval gyakorlatilag én azt éreztem, hogy, és most itt nagyon súlyos dolgot fogok mondani, súlyos idézőjelben. Ugye ma azt mondják, és ezzel én abszolút egyetértek, hogy ma nem a zeneszerzői, nem a színészi, mármint énekes színészi, nem a stb., hanem a rendezői színház életét éljük. Tehát ha én azt mondom, hogy belerakok ebbe 17 hónapnyi munkát, és önkéntes munkát. És önkéntes munkát, és társadalmi munkában, amit valószínűleg nézők fognak érteni, mi ez, hanem akkor majd kitérünk rá, hogy ez mit jelent. És nem arról van szó, hogy az én munkámat valaki le, nem, hanem azt gondolom, hogy ha van egy koncepció, és aztán jön egy rendező, és hoz egy másikat. Ez pont olyan, mint hogy jön egy vezérigazgató egy céghez, hát nyilván akkor az ő koncepcióját fogja megvalósítani. Tehát az, hogy az egyébként is ritka hajam kihújjon a rendezési folyamat közepére, vagy ott álljuljak el a próbán, hogy most ebből mi a csúnya szót akartam ide mondani, lett. Tehát azt gondolom, ez nem hiányzik senkinek. De, és nem azért, hogy a salamoni döntést megmondjam, azt gondolom, hogy ez az opera ebben az évben, ez ebben a formában fog színpadra állítódni, így rakjuk a színpadra, és én azt gondolom, hogy ez fontos lenne, hogy ennek legyen utóélete, úgy értem, hogy további előadások. És egy nagyon jó példa, most nem mondom itt be a helyet, de én gyakran készítek összefoglalókat az operáról. És azt szoktam mondani, ha kell, akkor saját magamat is félreállítom. Egy múltkori műsorban, mint most is nagyon sokat beszélek, annyit beszéltem az alatt a program alatt, hogy igazából két mondat volt, amit én értelmesnek gondoltam a saját szavaimból, és gyakorlatilag azt egy mondattá redukálva, tehát gyakorlatilag egy 5 perces összefoglalóból én, mint ötletgazda, mint nagy okos, egy mondattal szereplek. Miért? Azért, mert azt gondoltam, hogy abba a koncepcióba az az én egy mondatom illik oda. És hogyha valami nem, akkor nem. És vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy szokták mondani nálam a mikrofon, szóval nálam a labda, ezt most eldönthetem. És akkor most szeretnék egy picit magamon, mert lehet, hogy kicsit úgy tűnik, hogy ilyen önsztárolásban megy át a dolog. Én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy akár ez a darab, vagy bárki, aki úgy gondolja, hogy ezzel a témával, nem feltétlenül ez a darabban, foglalkozni kell, legyenek ilyen grandiózus projektek. Ez nem az én gondolatom, ezt a szimfonikus zenekarnak a vezetője mondta, hogy ez egy grandiózus projekt, úgyhogy kezeljük úgy. Tehát azt gondolom, hogy minden évben legalább egy ilyennek kell lenni, legyen az képzőművészet, legyen a zene, stb. És ez volt az alapkoncepciód is, hogy te elindítod ezzel az operával, és majd átadod kvázi a stafétabotot másoknak. Van erre most vevő, úgy mondjam, aki átveszi tőled ezt? Vagy egy ilyen kedves utóbolodnak néznek, aki majd összegründolja valahogy ezt az előadást, aztán majd... Mennék ahhoz a ponthoz, ahogy mondtad, a stafétabot átadásához. Ugye ez egy kettős folyamat. Az egyik folyamat az, hogy a magának az ellátórendszernek, tehát ugye ki a három főszereplő, nem az operában, hanem hajléktalanság témájában. Van az utcaembere, aki vagy az utcában, vagy szállón, stb. A bizonyos fokán a hajléktalanságnak. Itt van középen, mint közvetítő, ismeri a szakmát, az ellátórendszer, ismeri, hogy mik az igények, és nyilván jogi és mindenféle pénzügyi stb. Ismeretei vannak, hogy hogyan tud akár a döntéshozó hatalommal, stb. Politikával, teljesen mindegy, hogy nevezzük, kapcsolatot létesíteni. Tehát erre a hármasra, mint a foci meccsen, kapus, középpálya, csatár, gól, stb. Tehát erre szükség van. Most én igazából most itt nem látom ezt a folyamatot az opera szempontjából. Egyébként meg ugye nem vagyok szociális témában minden nap, tehát munka szerint, munkám szerint nem vagyok érintett. Tehát azt gondolom, hogy a két szálból az egyik szál az, hogy ezt a...
Tehát mi a lényeg ennek az egésznek a projektnek? Az, hogy kívülről jön egy energia. Tehát nem a hajléktalan embernek kell belerakni az energiáját, nem az ellátórendszernek, nem a politikának, valakinek. Most ez a valaki, nem csak én, nyilván van egy 60 fős táb. Én azt gondolom, ezt be kellene első körben fogadni, ezt az energiát. Nem azt, hogy most én milyen szinten kommunikálok, vagy nem kommunikálok, vagy szépen beszélek, vagy nem. Tehát itt van valami, ami azt gondolom, hogy mindenképp értékes, hogy mennyire az majd döntse el mindenki. De ezt be kéne engedni. És a másik dolog pedig az, hogy azt gondolom, hogy olyan fajta grandiózus dolgokkal lehet elérni eredményt, amelynek tényleg van televíziós, mindenféle publicitása, marketing, kommunikáció és egyéb csúlya szavak kíséretében tudunk dolgokat elérni, vagy mögé állítunk védnököket. Nyilván olyanok, akik ezt tényleg komolyan gondolják. És azt gondolom, hogy az, hogy most ebbe az évben zenélünk, tehát opera, opera vagy mi, de hogy zene, oké, legyen jövőre képzőművészet. Kérdés az volt, hogy valaki átveszi-e, nem tudom, abban viszont biztos vagyok, hogy én addig nem fogom ezt a stafétabotot elengedni, amíg az összes általam jónak gondolt csatornán ezt meg nem próbálom valakinek átnyomni. Hát azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Tehát ez viszont már nem az otthontalan ember, nem az ellátórendszer, nem a politika. Ezen kívül ez a társadalomnak a probléma. És most én nagy szavakat használok, de ezt komolyan gondolom. Tehát az, hogy egy művész ember, én annak tartom magamat, vagy az vagyok, vagy nem, vagy valahol a papíron, vagy nincs. Tehát egy művész embert ez ne érintse meg, főleg úgy, hogy most le fog menni ez az opera projekt, és tényleg szerintem már ilyen tündérmesébe illő dolgok történtek, és most nem magamról, az egészről beszélek. Tehát hogyha ez nem mozdít meg évente egy-egy embert, hogy cselekedjen is, hát akkor szerintem nagyon nagy gáz van. És kik vannak ebben a 60 fős tápban, akikkel együtt teszed össze ezt a projektet, hogy hát, hogyha... 60 fős táp, szinte is. Majd mindenki ajánlásra került be a projektbe, de ez egyébként ez egy szép dolog. Az előbb mondtam, hogy hú, nagy gáz van, ez egy nagyon szép dolog. Létszám szerint kezdem, jó? Nagyobb létszámok. Egyébként a sorrend is, az időbeliség is nagyjából ez volt. A Duna Szimfonikus Zenekar egyből igen mondott. Azt mondták, hogy érdekel a téma, küldjem a kottát, elküldtem, mondták, hogy jó a zene. Aztán ajánlották a karmestert, ő az Antal Mátyás, egyébként a napokban kapott Bartók Pásztori díjat, ami a hát szakmai díjat ma Magyarországon magasabbat nem lehet kapni. Tehát nincs. A Kossuth díja az. Tehát a Kossuth díja. Úgyhogy gyakorlatilag a Matyi, Antal Mátyás és a Nemzet Énekar, amelynek az élén áll most már sok-sok éve, azt hiszem 85 óta. Tehát gyakorlatilag a Duna Szimfonikus Zenekar, mintegy 30 fős zenekarral, zenekari létszámmal, Antal Mátyás és a Nemzet Énekar. És aztán jött az izgalmas rész, mert hát ugye oké, a háttér megvan, de hát kik lesznek a főszereplők. És ez is egy nagyon izgalmas dolog, de erről egy külön műsort lehet, hogy majd írok is egy könyvet. Biztos, hogy fogok erről írni, erről a 20 hónapról, mert ez körülbelül annyi. Itt az történt, hogy elkezdtem, jó napot kívánok, itt a 1 kilónyi partitúra, ezt meg ezt a szerepet kéne eljátszani, jó, most nyilván karikírozom, nem mindig így volt, amikor csak telefon volt. Viszont ebbe tényleg azt tudom mondani, hogy mindenki jobbnál jobb ajánlatokat adott. És akkor kezdeném azzal a hölgyel, aki a szociális munkást alakítja, aki egyébként a másodjára került a képbe, mert először úgy volt, hogy nem ő lesz a főszereplő. Ő Cserekei Andrea, akit gyakorlatilag 5 helyről ajánlottak. És most egy nagyon vicces dolgot fogok mondani, legfeljebb kivágjuk. Az Andrával még telefonon sem beszéltem a mai napig. Én nyilván utána néztem, amikor javasolták őt, YouTube-on itt ottam ott, abszolút szimpatikus volt minden szempontból, és egy-egy koncertjére is elmentem. Nem titokban, csak nyilván egy koncert az mindig más hangulat, most úgyis csak egy ilyen legfeljebb bájbeszélgetés történhet. Tehát gyakorlatilag őt 5 helyről ajánlottak, és nyilván valakit 5 helyről ajánlanak, akkor azért az és nyilván mind az 5 olyan volt, hogy szakmabéli volt. Miketsz Kornél, mint polgármester. Kornélt én láttam egy nagyon-nagyon vicces szerepben annak idején, pár évvel ezelőtt, akkor nem tudtam, hogy ő az, csak volt egy ember, aki nagyon vicces dolgokat csinált a színpadon, és ugye én ilyen mókamikiként, ez nekem nagyon tetszett, és csak később jöttem rá, amikor megkerestem, és őt is ajánlotta őt csak ketten ajánlották, hogy megkerestem, és mondta, hogy persze, hát boldogan vállalja, és hát a címszereplő az egy nagyon érdekes történet volt, mert az Állami Operaházban 1981 óta játszik Bándi János.
aki Magyarországon és külföldön is, és amikor készültünk így az operára a legelső ilyen spotban, gyakorlatilag a János a főszereplő, nem, abszolút nem rá volt osztva, de annyira jó, ahogy szoktam mondani, hogy úgy volt, hogy rám lesz kihegyezve, de annyira jól megfogta ez azt a egészet, ő vitt el. Egy barátom mondta, hogy ne haragudj, de nem te vagy a főszereplő ebbe a spotban. Szóval a lényeg, hogy a János belevetette magát, és aztán nekem jelezte az első beszélgetésben, hogy ha neki akkor ott, stb. A próba folyamatban bejön egy külföldi felkérés, akkor ne haragudjak előre, de ő azt biztos, hogy két kézzel fog kapni utána. Úgyhogy... És így is történt. És így is történt, és aztán körülbelül két nap volt, amíg címszereplő nélkül voltunk, mert a Facebook oldalunkat én csinálom, az egyetlen hajléktalan Facebook oldal, és volt egy szervezet, és vicces volt, mert addig szervezetek nem jelölgettek be, és tetszett nekik valami, és nézem, Underdog, és tudtam akkor ejteni, mindegy, Underdog zenekar, operaénekes vezetővel, és Mátai szeretett szolgált, és persze, most akkor biztos ezt most álmodom, hogy keresem a címszereplőt, és akkor mindjárt fölébredek, és csörög a vekker, és akkor így nem. És akkor így 3 perc múlva felhívtam a Lalagi Jánost, hogy akkor kérem szépen, itt van egy opera, azonnal kell egy címszereplő, és akkor nyilván azóta már tegeződünk, hogy akkor neked kell ezt megcsinálni, mert láttam, hogy mit csinálsz, mit művelsz, és hogy ez nekem nagyon tetszik. És hát amikor találkoztunk a 32. percben már az adott helynek, amit vásároltunk annak a cetliére, mert épp nem volt nálunk ilyen, arra írtuk a próbarendet. Tehát így akkor ez is egy ilyen tündérmesés történet, tehát azonnal mondta, hogy persze, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mindenki gázsér vállalja, tehát ez nem titok. Az sem titok, hogy azért ezek nem piaci gázsik, a piaci fellépti díj alatti díjak. De János nekem azt mondta, hogy figyelj, értem ezt az egészet, nem azért fogok erre igent vagy nemet mondani, hogy most mennyi a pénz, nyilván jó a pénz, de például nekem ez nagyon szimpatikus volt, hogy én ugye ezt nem hoztam szóba, de ő mondta ezen, hogy figyelj, ezt tegyük félre, mert tudom, hogy majd mondanád a beszélgetésben, ez is szimpatikus volt. Egyébként nyilván, tehát mint emberek között, meg munkakapcsolatban vannak súródások, mert nyilván mindenhol vannak, de alapvetően azt gondolom, hogy jó a légkör, és nekem mondom, nagyon szimpatikus az, hogy nem kell neki elmagyarázni, sőt, inkább ő magyarázza nekem ugye a kapcsolódási pontjai révén, hogy akkor figyelj, most itt ez van, az van. Nagyon érdekes az, hogy a múltkor leültünk a Jánossal, és elkezdtük az ő karakterét átbeszélni. Egyébként totál másban voltunk, de mondtuk, hogy most van időnk, akkor kezdjünk el ezzel foglalkozni. Nagyon érdekes, hogy a János föl, most nem fogom elmondani, mi ez, mert nem is emlékszem pontosan, de ezért írtuk föl. Föltett 4 olyan kérdést, amire azt mondtam, hogy úrregem, erre nem is gondoltam, amivel egyébként kettőnek szerintem nincs jelentősége, de a másik kettő meg egy nagyon fontos kérdés, és a mai napig gondolkodom rajta, tehát mit szeretnék ezzel kihozni? Az, hogy mi ezt úgy fogjuk ezt a darabot a színpadra állítani, hogy én, mint önjelölt rendező, én kifejezetten kíváncsi vagyok, és nem azért, mert ez az első rendezésem van, azért, mert kifejezetten kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit gondol és hogyan közelít a szerepéhez. Nyilván a János nem azt fogja megkérdezni, hogy és akkor a hajléktalan az azt jelenti, hogy akkor ő az utcán lakik? Tehát nyilván nem ezt fogja megkérdezni, valószínűleg többiek sem, de nyilván ő egy magasabb szinten van. De ha például a szociális munkás hölgyet alakító Cserekei Andrea megkérdez olyan dolgokat, ami egyébként evidencia, nem is baj, mert például a szociális munkás hölgy egy nagyon naív valakit, tehát a szerep szerint az egy nagyon naív valaki lesz. Tehát az egészen azt szeretném kihozni, én ezt tényleg egy közös munkának gondolom. Van egy olyan énem, hogy na gyerekek, megmondom, hogy akkor most itt mi és hogy lesz, de azt gondolom, hogy ez tényleg csak akkor tud működni, hogyha ebben mindenki érzi azt, hogy az övé. Most tudom, nagy közhelyeket pufogtatok, szóval én nagyon szeretném őket bevonni. Ha látom, hogy kezd anarchia menni, akkor anarchiává válni a próba, akkor nyilván meg fogom mondani, hogy gyerekek, akkor most ez így és így, nyilván nem erőszakkal, de én azt gondolom, és én ezt biztos látszik is rajta, hogy én ezt már előre várom. Mert azt gondolom, hogy valamit felrakni a színpadra, és nem azért, hogy én most 0 kilométer vagy hány kilométeres rendezés, szerintem ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát én, semmi kétségem nincs, hogy jó lesz-e ez a produkció, semmi kétségem, hogy zeneileg probléma lesz-e ezzel, abban biztos vagyok, hogy jó lesz. Abban nem vagyok biztos, hogy mi lesz a fogadtatás, de azt gondolom, hogy, és fura lesz, amit mondok, ez nekem eddig is már egy tündérmese. Tehát az majd a habatortán lesz, hogyha jó lesz a fogadtatás, de én alapvetően elégedett vagyok és most a szervezés részt azt tegyük félre, mert az annyira nem vagyok, hogy még mindig nekem kell szinte mindent
csinálom ebben a témában, de magával a szakmai része, zené, stb. Az előkészítő, az a, ha nem is maximálisan, de elégedett vagyok. Pont. Hajléktalanok is fognak szerepelni. Így van. Az AHA hajléktalan színpad játszói, ahogy ők szokták mondani, ők fognak szerepelni. Nem szeretném elárulni, hogy mit fognak csinálni, mert kulcs szerepük, és nem annyira kulcs szerepük is lesz. És hogyha ezt elárulom, akkor bizonyos pontokat lelövök. De az AHA-nak is, ugye nagyon hasonló a célja, mint ennek az operának is. Mert hogy a kultúra, a zene, a művészet nagyon nagy felhajtó erő. És ugye az Underdog zenekar, amiről majd fogunk beszélni Jánossal, az is egy hasonló célt tűzött ki maga elé, hogy a művészet által fölemelni azokat az embereket, akiket senki nem emel föl. Ha belegondolunk, ez nem hajléktalan specifikus téma. Tehát az, hogy van az életünk, és van benne cél, vagy nincs benne cél, az azt gondolom, ez mindannyiunknak a problémája. Ahogy a hajléktalanság is mindannyiunk problémája. Tehát azt gondolom, hogy persze, tehát lehet ezeket a, és most nem a te szavaiddal játszom, tehát hangzatosan, hogy igen, a társadalomba visszaintegrálni az Underdog zenekar tagjait, és az AHA szín, persze ez a cél. De azt gondolom, hogy a fő cél az, hogy minden ember, aki itt, aki megkapta, és most nem kicsit karikírozom mondom, de tényleg megkapta azt a lehetőséget, és nem szeretnék most sem politikai, sem vallási kérdésekből belemenni, hogy mindenki ezt élje meg a maga módján. Tehát, hogy itt lehet a Földön, akkor amiben ő jó, azt használják. De most ehhez nyilván én ezeket tanultam, és ezt én büszkén vállalom azt is, hogy hol tanultam. Tehát, hogy a céloknak nagyon nagy erejük van. És ezzel nem azt mondom, hogy az az ember, aki ott van az utcán, és látszólag céltalanul, vagy nem csak látszólag, konkrétan céltalanul van, hogy akkor az bűnös, és akkor azt nem. Én azt gondolom, hogy akkor nekünk ebben feladatunk van. És nagyon érdekes, amit mondasz, és erre nagyon-nagyon szeretnék reagálni, és ez egy nagyon fontos dolog. Alapvetően a hajléktalanságban is, de most beszéljünk a hajléktalanságban, két típusú ember létezik. Ezt valakivel egyszer egy órán keresztül telefonban beszéltük. Akinek célja van, és akinek nincs. Most akinek célja van, azt egy kicsit félretehetjük, és tudom az Underdog zenekarról, hogy a tagjai nem a sztereotíp hajléktalanok. Na de ennek elérésében a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak úgy amblok, illetve azoknak az embereknek, akik azon fáradoznak, hogy működjön ez a zenekar, nagyon nagy szerepük van. Tehát az, hogy ma már ugye azon gondolkodnak, hogy milyen lakásba költöznek, albérletbe, stb., ez egy nagyon fontos dolog. A másik kalap, és ez az emberiségben is azt gondolom, hogy így van a társadalommal, akiknek nincsen céljuk. Azt gondolom, hogy ott nagyon nagy gáz van. És nekik kell segíteni, hogy célt találjanak, vagy célt. Az Alagi Jánossal, akivel lesz egy riport itt, a címszereplővel, aki szintén szociálisan érzékeny, mint én, erről nagyon hosszan beszélgettünk a múltkor, hogy sajnos ez az a, és ezt ki kell mondanunk, ez az a réteg, vagy közeg, vagy az a része a társadalomnak, és a hajléktalan társadalom is, akin igazából nehéz fogást találni, már az ő érdekében nehéz fogást találni. Mert hogy egy egész életét, vagy egy életének egy szakaszát cél nélkül élő embernek nehezen tudod megmondani. Most ebben nem vagyok biztos, hogy ebben az opera tud-e segíteni. Nyilván, és itt van megint csak egy átadása a váltópontnak, mivel nem vagyok szociális szakember, biztos vagyok benne, hogy megvannak azok a módszerek, amivel lehet embereknek remény perspektívát adni. Most belemehetnénk egyébként a Maslow piramisba, és egy mondatig bele is mennénk, hogy nyilván az az ember, aki ott van az utcán. Tehát neki nem az lesz a következő, hogy akkor az Alagi János az a hajléktalan operából rólam énekel? Hát nyilván az, hogy először egyen, stb. De azt gondolom, hogy, és visszatérve summázva az egészet, fontos a cél. És mind az Underdog, mind az AHA, és mindenki, aki valamilyen pluszt ad ezeknek az embereknek az életében, akár hajléktalanság témet, akár egy zenei pedagógus, vagy bárki, azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgot végez, mert hogy abban segíti az embert, hogy ami miatt itt van a Földön, azt ő ki tudja aknázni. Ennek az operának a bevétele teljes egészében ugye a hajléktalanokhoz fog visszakerülni, leszámítva az, ami a projekt megvalósításához kell. Ezt a költséget viszont nem saját zsebből, nem innen-onnan, hanem adományokból teremtitek elő, amiben segít nektek a Diótörés Alapítvány, a Menhely Alapítvány. Hogy áll most a
az adományszerzés. Jó, tehát válaszuk ketté, úgy, hogy te is elmondtad, csak hogy a tévénézők is teljesen értsék a folyamatot. A kiadás oldalnak a fedezetére azért van szükség, mert ennek a produkciónak van egy több milliós költségvetése. Tehát senki sem ingyen vesz részt a színpadi szereplők közül, és ez gyakorlatilag, ha az ember elkezd számolgatni, akkor erre kijön egy több milliós költségvetés. Most ezt gyakorlatilag adományból, magánszemélyektől egy nagyon szép összeggel a magyar állam is beszállt, két kalapból kapjuk, illetve fogjuk megkapni a szerződés megkötés, az mostan folyamatban az egyiknél. Na most ez a pénz arra kell, hogy egyáltalán ezt be tudjuk mutatni. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az nem várható el, hogy professzionális énekesek, zenészek mind az idejükből, energiájukból teljesen ingyen vállalják ezt a produkciót. Illetve lehet, hogy elvárható lenne, de ez most így történik. Na most, ha ez így van, akkor nyilván pénzt össze kell gyűjteni. Viszont van egy nagyon jó hír, és amiért én nagyon lelkes vagyok, hogy az összes befolyó pénz, legyen ez jegybevétel, vagy a védnökök személyes tárgyainak elárverezése, az mind otthontalan emberekre kerül fordításra. Az Opera Projectnek a fő hajléktalan ellátás oldalában fő támogatója a Diótörés Alapítvány, és az alapítványnál gyűjtjük azokat az összegeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a premiért meg tudjuk tartani. Úgyhogy kérjük a kedves tévénézőket, hogy a Facebook oldalunkon, illetve a Diótörés Alapítványnak a honlapján szereplő bankszáma számra Opera megjegyzéssel ellátott átutalással segítsék a premier megvalósulását. És hol lesz maga a premier, és mikor várható? 2015. május 29-én Csepel Színházban tartjuk a premiert, oda várjuk a közönséget. Hát köszönöm szépen, akkor Csepelen mindenképpen találkozunk, és bízom benne, hogy akkor itt a Bónumon is még sokat lehet hallani az Egyetlen Hajléktalanról. Jövő héten például a Lagi János a címszereplő lesz a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Köszönjük szépen. Önöknek is köszönöm, hogy velünk voltak, és hallgatták ezt a beszélgetést, tegyenek így a jövő héten is. Hogyha kérdésük vagy észrevételük volna, akkor hívják a közönségszolgálatot, vagy írjanak nekünk levelet, ha tehetik, akkor támogassák a televíziót, és tartsanak velem jövő héten is, akkor ugye Alagi János lesz a vendégem, addig pedig ne felejtsék el szeretni egymást, viszontlátásra!